Beszélj! Sziasztok, hagyományőrzők! A mai napon csirkemájat készítünk mi módra. A hozzávalói a következőek. 2 kg csirkemáj, 60 dekagram házi füstölt szalonna, 8 darab vöröshagyma, 4-5 darab zöld paprika, 8 darab paradicsom, 4 evőkanál gulyáskrém, 4 evőkanál fokhagymakrém, 4 teáskanál só és 4 teáskanál őrölt bors. Az elkészítése a következő. A felkockázott zsírszalonnát kipirítjuk a bográcsba, közepes lángon, folyamatosan figyelve rá, hogy ne megégjen, hanem szépen kiadja a zsírját. Amikor nagyjából kiengedte a zsírját, tehát nem ropogósra sütjük a szalonnát, akkor hozzáadjuk a vöröshagymát, átforgatjuk, és ezt is szintén csak megdínszteljük, nem megsütjük. Maradunk a közepes erős lángon. 5 perc elteltével a felaprított paprikát és paradicsomot is hozzáadjuk. Mint mondtam, nem sütjük, hanem csak pároljuk a hagymát. Összekeverjük, hogy a zsír bevonja. Tudjon az is valamennyit sülni, párolódni a szalonna zsírjában. 15-20 perc elteltével látjuk, hogy jó sűrű szaftja kezd lenni. A májat hozzáadjuk. Elkeverjük. Ezt, aki gondolja, ízlés szerint darabolhatja szintén. A lényege, hogy szív nélküli legyen. És fűszer még eddig nem volt benne, most borsozzuk meg. És most adjuk hozzá a fokhagymakrémet is. Általában fokhagymát használunk minden főzéshez, de ennél az ételnél nagyon fontos a fokhagyma ízének a dominanciája, és ez csak ebben a krémmel a bors kiadta az erejét. És ezt a fokhagyma íz csak ebben a krémmel tudjuk elérni. A gulyáskrémet még mindig nem adjuk hozzá, ugyanis az sós. És egyelőre, mint láttátok, teljesen só nélkül készül az étel, hogy minél puhább maradjon. 20 perce föl a máj. Most hozzáadjuk a gulyáskrémünket. A tetején elsimítjuk, hogy a benne lévő paprika kiadja a színét. A főzés végeztével levesszük a tűzről, vagy lekapcsoljuk alatt a lángot, ez most teljesen mindegy. És ekkor kerül bele a só mennyiség 3/4-e. Ezzel óvatosan elkeverjük. Látjuk, hogy mennyire besűrűsödött, nagyon finom, nagyon sűrű szaftja van, az illatról nem is beszélve. Voltak itt páran, akik aggályokat fejezték ki, és azt mondták, hogy hát ez nem az ő ételük, de aztán félúton meggondolván magukat jöttek, hogy ennek aztán van finom illata. Aki gondolja, egészen rövid lével, aki szereti, az pedig egy kicsit sűrűbb lével készítheti el. Nem maradt más hátra. Kitálaljuk ezt a remek ételt. A bográcsból, a sűrűjéből. Egy adaggal ehhez a főtt krumplihoz merünk belőle. Így. Ropogós héjú házi kenyeret is adunk hozzá. Jó étvágyat kívánunk!
gyarapodjunk mindahányan, várjátok a következő receptünket is.